Köszöntöm a Telena magazin nézőit, én Bence Péter vagyok, mutatom, mikkel készültünk mára. Az utcafrontról szemlélve nem is gondolná az ember, milyen csodákat rejt a mözsi Merczel György kertje. Német Alkotóház Mözsön közösségi programok helyszíne lehet a pályázatnak köszönhetően. Diákmunka Tolnán túljelentkezés volt a népszerű lehetőségre. A Dunai Holtágnak messze földön jó a hírneve. Az utcafrontról szemlélve nem is gondolná az ember, milyen csodákat rejt a mözsi Merczel György kertje. Az idős szakember sokszor építette át a területet, és számtalan növénynek adott otthont a ház körüli arborétum. Kedvence az írisz, amelyik számtalan változata pompázik nála. Számtalan szebbnél szebb növény és virág található a mözsi Merczel György kertjében. A szakember az 1970-es évek elején kezdte kialakítani ezt a sokak által ismert mini paradicsomot. A mi kertünk a legidősebb, bár az most majdnem a legkisebb. Az 72-73 elején vettük meg, és akkor mindjárt az volt az első. Még egy hónapja sem volt meg a kert, de már virágot volt a ház előtt. Hol volt még ház? Csak hol lett volna ház. Kaptam az asszonyoktól, a térben dolgoztam, kaptam az asszonyoktól, hol ilyet, hol olyat. Azt akkor oda elraktam. És mikor jöttek építeni a házat, három év múlva a traktorral nem tudtak bejönni a sok virágtól, csak kellett nekik várni, mi kiszedtem a növényeket. Hát, apránként lehet győzni akkor a kertet is, mert a telepítés egyszerre ment. 50 éve kezdődött tehát az a csoda, amit azóta is gondoz, és napról napra épít Merczel György. Volt, hogy 5 kertet művelt egyszerre. Ez már a 30 éves körülbelül, az a fele. Ez a fele csak 22, akkor utána volt az a diófa van, az 27 éves kert. Az utána, amit most legelnek a tyúkok, meg a olibák, azok az 17 éves, 17, pontosan. Akkor van egy 4 éves kert, az a legkisebb. A kertészeti szélesztő újság járt nekünk valamikor a TSZ-be, és akkor abban voltak apró hirdetések, onnan volt a legtöbb növényem. Akkor voltak ezek a csomagküldő szolgálatok, a Stark, meg nem tudom kicsoda, micsoda. Meg az asztalunktól kaptam, meg hát a boltokba jártam, én is néha gyűjtögettem. Meg hát a TSZ-ben azelőtt, ha sikerült a háztáli, akkor abból tudtam venni sok növényt. Az első kert tehát előbb lett kész, mint a ház, amiben azóta is élnek a feleségével, és munka bizony bőven akad még most is, fél évszázaddal, az első telepítést követően minden egyes nap. Hagymákat szedek ki. A korai hagymákat, tulipánt, nárciszt, jártintot, hagymás nőszirmot, fürdőgyöngyikét, az elvirágzott virágokat, azokat illik levágni. Ne szórja le magját, mert akkor úgy járnak, mint én itt az egyik kertbe egyik évben. Nem volt rá időm, vagy nem akartam, nem is tudom már mi miatt elhagytam. Úgy elszórta magát, hogy millió lett bele. Két évig killottam utána, hogy kipucoljam. Virágokat se lehet elhagyni. Könnyebb ugyan bánni velük, mint a zöldséggel, meg a gyümölcsössel. Hagymákat ilyenkor jól kiszedni, vagy már jól betonni előbb is kiszedni. De hát előbb nem értem rá, már azzal a kertek kellett kínlódnom egészen május végéig.
utána megvan a gaz, meg... Most jött, megszabadultam, így most csak a majdnem 6000 négyzetméter. Az előtt kicsivel több, mint 7000 volt. Most nyáron könnyen vagyok, mert hallgatok az okosokra, és hát 10-11 órakor abba hagyom. Tehát, ha van kedvem, akkor 4 órakor kívülök, ha nincs, akkor... Vagy az asszony kitalál valamit, akkor nem jövök vissza, csak este 1-2 órára. Hát olyan kevés munka van már egy ilyen idősebb kertem, mert benül mindent a takarónövény. Nagyon kevés gaz van. Az elvirágzott növényekkel van inkább a bajom ilyenkor. A Mercel-kertnek hamar híre ment az egész országban. Ennek köszönhetően a nem mindennapi látványosságot rendszeresen felkeresik óvodás és iskolás csoportok, valamint sok egyéni érdeklődő is. Iskolások voltak az idén is, két csoport. De most már akik szoktak jönni így Pest környékéről, milyen országos, ma nem is tudom, kertnéző volt a társaságnak a neve, azok most a Covid miatt abba hagyták, és azóta nem jöttek. De mindig van egy-kettő, mennyasszonya néhány egy évben fényképezkedni. Alkotóház létrehozására pályázik a Tolnai és a Mözsi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az ingatlan felújítása már régi vágya a közösség tagjainak. A cél, hogy végre legyen egy hely, ahol programokat tarthatnak. Az alkotóház története 2020-ra nyúlik vissza. Amikor megalakult az új nemzetiségi önkormányzat, akkor kaptak egy megkeresést a civil szervezetektől, hogy Mözsön van az utolsó sváb építészeti stílusban épült ház, amit szeretnének programok megtartására, illetve hagyományaik őrzésére használni. Így az önkormányzat tulajdonában lévő épület átalakításáról és felújításáról megkezdődtek a tárgyalások. Én akkor megkerestem polgármesterasszonyunkat, és leültünk, és egy nagyon rövid, de velős beszélgetés után, mert a kérdésemre, hogy ezt megkaphatjuk-e, annyi volt a válasza, hogy természetesen, és nagyon örül annak, hogy új értelmet kap ez a ház. És 2020-ban mi elkezdtünk pályázni a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez. Ami a svábságra jellemző, mi nagyon gyorsan szerettünk volna szorgalmasan célt érni, de hát sajnos az anyagi helyzet ezt nem tette lehetővé, és a pályázatainkat se úgy értékelték, ahogy mi azt szerettük volna, tehát mindig csak a felét kaptuk meg annak, amit pályáztunk. De egymást követő két évben is kaptunk támogatást, így a két lépcsőben a nyílászárókat tudtuk kicserélni. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy az eredeti nyílászárókat másolják le, és azok kerüljenek beépítésre, hogy megmaradjon a háznak a sváb jellege. És ezután gondoltuk azt, hogy ez így nem fog menni, hogy ilyen kevés támogatásokból csak lépdeljünk. És egyedi kérelmet nyújtottunk be Ritter Imréhez, ő a nemzetiségi képviselő a parlamentben, aki meghallgatta a kérésünket, és tett is érte. Ez azt jelenti, hogy 8 millió forint támogatást kaptunk 22-ben, de ez a támogatás sajnos nem volt elég, ugye akkor jött a Covid, és az építőiparban elszálltak az árak. Ismét polgármester asszonyhoz és a képviselőtestülethez fordultunk támogatásért, és a képviselőtestület 2 millió forintot szavazott meg, így akkor 10 millió forint állt a rendelkezésünkre, és ezt még saját forrásból kiegészítettük. Ezt az összeget, ezt a 11,5 millió forintot, forintnak az elköltése és a megvalósítása fejeződött most be.
amiben kialakításra került a vizes blokk. Kialakították a fűtés rendszert, illetve a rákötéseket, a villanyvezetékeket cseréltek, vízvezetékeket cseréltünk, a födémet meg kellett erősíteni, és az utcafronti nagyteremnek kezdték el a kialakítását, de hát ez az összeg is véges, úgyhogy igazából most megint meg kellett állnunk, de keressük az újabb lehetőségeket, amiből majd tényleg most már be tudunk költözni majd, és legalább az első részét az épületnek használni tudjuk. Ez az épület még a mözsi iskolásoknak volt az étkező és napközi helysége. Amikor ez a funkciója megszűnt, az épületet nem tudták mire használni. Ezért az önkormányzat, amikor megkapta ezt a megkeresést, nagyon örült, hogy végre lesz célja az ingatlannak. Minden épület fontos, nem csak az, ami az önkormányzat tulajdonában van, hanem minden épület fontos, főleg az, ami valami hagyományt tükröz, és ez a ház, ez tényleg érdemes arra, hogy azokat a sváb jellegeket és mözsi falusi jellegeket megtartva, de valami új funkciót tudjunk beleköltöztetni. Úgyhogy a Tolnaváros önkormányzatának mindig is fontos volt az, hogy a régit megőrizze és valami újjal töltse meg. Ennek egyébként talán egy nagyon-nagyon szimbolikus példája volt laktanya épület, ami több száz évre visszamenőleg nyilván nem a laktanyai funkcióval, hanem számos más funkcióval. De az épületeket megőriztük, és igyekeztünk mindig a jellegét megtartani. Amikor kiürült ez a ház, akkor mi a topos pályázatba, még az előző uniós ciklusban pályázatot nyújtottunk be egy turisztikai fejlesztésre, amire sajnos nem nyertünk, tehát nem kaptunk támogatást, de nem adtuk fel. És hála Istennek azt gondoltuk, hogy legalábbis én magam azt gondoltam egy kicsit, amikor volt a Covid, hogy egy kicsit úgy megállnak a dolgok, de a Német Nemzetiségi Önkormányzat nem így gondolta, hanem ők a lehetőséget látták akkor is, és valóban, ahogy Mónika mondta, megkerestek, hogy szívesen átvennék ezt az épületet. Valamennyien egyetértenek abban, hogy kell egy közösségi tér, amit tudnak használni a német nemzetiségi hagyományok ápolására. Ezért mindent megtesznek, hogy az épület minél előbb használható legyen. Német Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan pályázott, de azért tudjuk, hogy egy régi, viszonylag nagyméretű háznak a felújításához 2, 5, 10, 20 millió forint az szinte semmi. Tehát amikor tudjuk, hogy milyen építőipari árak vannak, akkor ugyanők a hangya szorgosságával forintot forintra téve, valóban ami a svábságra jellemző egyébként, igyekeztek mindent megtenni. És talán ennek egy nagyon ékes példája az is, hogy itt az udvar, hát finoman szólva borzasztó állapotban volt. És a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Mözsi Német Klub aktív tagjai jöttek kaszával, kapával, ásóval, és próbálták a terepet rendezni. És amikor látszott, hogy ezt csupán kézi erővel nem lehet megvalósítani, a segítséget kértek tőlünk, és mi nyilván segítettünk ebben, és ide hívtunk egy vállalkozót, aki a hátsó részt legalább olyan állapotra hozta, hogy ott utána bármit lehessen megkezdeni. A munkafolyamatok folyamatosan zajlanak, de még nagyon sok a teendő. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a Top Plus-ban pályázni fogunk, és egy alkotóházat szeretnénk létrehozni. Minden esélyünk megvan arra, hogy egy 100 millió forintnyi projektösszegű projektet tudjunk itt létrehozni, tehát mi nagyon azon vagyunk valamennyien, hogy ez a Mözsi Alkotóház ez valóban meg tudjon valósulni. Az elkészült házban pedig minden programot meg tudnak majd tartani a kisebbségnek. De az udvarra még egy játszóteret is terveznek, amit a gyerekek bármikor használhatnak majd. Mint ahogy a polgármester elmondta, akkor van jövőnk, ha a hagyományainkat őrizni tudjuk. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott,
kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Tolnán ezen a nyáron is részt vehetnek a fiatalok a diákmunka programban. A lehetőség annyira népszerű lett az évek során, hogy már tavasszal túl jelentkezés volt. A Tolnai önkormányzatnál és más intézményeinél kaptak idén is munkát a diákok. Besegítenek a munkában a hivatalnokoknak, ami a nyári szabadságolások ideje alatt különösen nagy segítség. És az sem utolsó szempont, hogy így ők is megismerkedhetnek a munka világával, változatosságot hoz a nyári szünetükbe ez a tevékenység. Nagyon jól érzem itt magam a hivatalban, 4 órás munkát végzek jelenleg, borítékokat szoktam címezni, illetve adminisztratív feladatokkal foglalkozok. Szeretek itt lenni, mert elsősorban a nővérem miatt jöttem ide, mivel ő is itt dolgozik, így több időt tudunk együtt tölteni, és így a munka is gyorsabban telik. A gyerekeknek az is nagyon jó, hogy így egy kis zseppénzhez jutnak majd. Talán egy kicsit így belecsöppennek a felnőtt létbe, a felnőtt világba, hogy nem csak a tanulás a munka, hanem akár a kétkezi munka is munka. Itt a hivatalban zömmel a hivatal munkáját segítő tevékenységet végeznek, tehát nyilván nem köztisztviselőként foglalkoztatjuk őket, hanem olyan feladatokat látnak el, amik gyakorlatilag a hivatalnokok keze alá dolgoznak. Ez a nyilván a nyári szabadságolások alatt nagyon nagy segítség a dolgozóknak, és az intézményeknél is, illetve Telena Kft-nél is, a Telenánál fiúk dolgoznak, és beszálltak a munkába, padot festenek, kátyúzás következik hamarosan a városban, és ott segítenek kijelölni a kátyukat, körbefestik. Tehát én azt gondolom, hogy semmiképpen nem megerőltető munkáról van szó, de azért dolgozni kell. Úgyhogy én azt kértem, akkor, amikor szóba került az, hogy újra diákokat foglalkoztattunk, hogy én azt kértem, hogy igen, de valóban tényleges munkát tudjanak végezni, és úgy tűnik, hogy ez meg is valósult. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, most is egy sikeres program lesz, és nagyon számítunk arra, hogy a jövőben is lesz diákmunka. A lehetőség nagyon népszerű a fiatalok körében. A nyári szünidőt megelőzően nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének itt dolgozni, nyilván csak az dolgozhat, aki a 16 évét betöltötte, és valamilyen iskolába jár. Nagyon nagy volt a jelentkezői létszám, tehát gyorsan beteltek ezek a helyek. Én, akiket láttam dolgozni, az ő munkájukkal maximálisan meg vagyok elégedve, remélem, hogy így lesz. 4 órában tudnak most csak dolgozni, tehát azért ez nem veszi el a szabadságot a vakációból, tehát azért marad idő pihenésre, olvasásra, strandolásra, fesztiválozásra is. Az önkormányzat más intézményeinél, úgy mint az óvodában, a kulturális központban is dolgoznak fiatalok. Az idei évben is júliusban és augusztusban tudunk fogadni diákokat. Most jelen pillanatban 3 diákunk van, ugye ők nappali tagozatos egyetemisták, illetve középiskolások. 2 hölgy a
könyvtárban segíti a könyvtárosok munkáját, illetve egy dolgozónk van most itt nálunk, aki most éppen egy picit szusszan, hiszen két tábor között vagyunk, úgyhogy belecsöppent a nagy munkába itt nálunk, hiszen már lement két gyerektáborunk, és mind a kettőnek aktív részese volt, és augusztusban még várunk diákokat, remélhetőleg néhányat még fogunk kapni. A könyvtárosok ők nagyban tudnak segíteni a leltározásban, most egy nagy leltározási munkában van a könyvtárvezetőnk, illetve hát azért ismerkednek a könyvtári munkával is, remélünk, hogy majd egy-egy utánpótlás születik közülük, hogy lesz a könyvtáros szakmának is ezáltal utánpótlása. A diákok egy-egy hónapot dolgoznak végig a szezonban. Mivel jelentős számban jelentkeztek a fiatalok, ezért a 6 óra helyett napi 4 órában a minimálbérnek megfelelő juttatásért tudják őket foglalkoztatni. Így viszonylag könnyű munkával juthatnak egy kis plusz jövedelemhez, amit elkölthetnek a nyáron. De az sem mellékes, hogy akinek megtetszik az adott munkakör, akár az iskolák elvégzése után alkalmazni is tudják őket. A tolnai Dunaholtágnak messzeföldön jó a hírneve, még a fővárosban is aféle idilli paradicsomi vízitúra helyszínként gondolnak erre a nyugodt, csendes, ám annál káprázatosabb tájra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy egy csapat sárkányhajós épp itt elvezett néhány napja. Nem mindennapi élményben volt részük a tolnai Lapátolna Sárkányhajó Egyesület tagjainak július 4. szombatján. A fővárosból érkeztek ugyanis hozzájuk sporttársak. A mai nap szeretettel várjuk a BKV Vadlibás Sárkányhajó Egyesületet, egy közös evezést tervezünk. Fölmegyünk a Holtág végéig, amennyiben van ott lehetőség kikötni, és van rá igény, akkor szeretnénk fürdeni egyet, és visszaevezés után a kajakházba egy közös bográcsozás. Ez a táv körülbelül 20 km lesz oda-vissza, de hát kirándulós tempóba szeretnénk ezt megtenni, és nagyon finom vegyes pörkölttel fogunk készülni a vendégeink számára. A fővárosi vendégek teljesen más vízhez szoktak. Feléjük ugyanis a Nyíl Dunán rengeteg hajó közlekedik, ami bizony feladja a leckét az evezősöknek. Ezért is vágytak régóta arra, hogy kipróbálják az ilyen szempontból a nyugalom szigetének számító tolnai holtágat. Mi a Vadlibák sárkányhajó csapat vagyunk. Mi a BKV előre 100 éves sportegyesületnél edzünk a Dunán. Ez a Dunának a Szentendrei sziget csücske. Megyeri híd, Lupasziget, ezt így talán közismert, mi emellett evezünk el. Minden héten sokszor, amikor csak edzésünk van. Ez a szakasz, ez hajózási útvonal, sok-sok-sok-sok motorcsónakossal. Úgyhogy ezért is jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk ezt a csodát, ami itt van, egy nyugodt vízzel, csodálatos horgászokkal, mint a legvadabb vízi eszköz itt nálatok. Hetente kétszer van edzésünk, az mindig mindenkor van, télen, nyáron, ősszel, tavasszal, mindig is. A létszám az változó, tehát ez a 10, 15, 20, 25 volt olyan, hogy két hajós edzést tartottunk. Most inkább a SUP felé tolódott el a, nem értem, hogy miért, a divat. A sárkányhajóba 20-an beférünk. És nagyon stabil jószág, tehát nyugodtan bárki mindenféle előképzettség nélkül ki tudja próbálni, és élvezettel tudja csinálni. Hatalmas közösségi élmény, hatalmas. Itt nem tudsz mást csinálni, mint azt, amit a többiek. Akkor megy előre a hajó.
és akkor ezt lehet érteni minden szinten, nem csak fizikálisan, hanem a lelki részét is, hogy itt mindnyájan egyért küzdünk, hogy menjen a hajó, minél jobban, gyorsabban, ügyesebben. A Tolnai és a Fővárosi Sportegyesület tagjai hosszú évek óta ápolnak különösen jó viszonyt, rendszeresen részt vesznek együtt versenyeken is. A Tolnai Sárkányhajó csapattal nagyon sok élményünk van különböző sárkányhajó versenyekről, akár magyar bajnokságokról, akár kishelyi versenyekről, és nagyon jó kapcsolatot, nagyon jó barátságot alakítottunk ki, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. A Lapátolna Egyesület egyébként folyamatosan várja az új tagokat soraiba. Előképzettség semmilyen szempontból sem szükséges, csupán arra van szükség, hogy a jelentkezők szeressék a vizet, a jó közösséget, és ne ockodjanak a sporttól. És szeretnénk minél több sporttársat, csapattársat látni. Fejlődő egyesület vagyunk, 2006-ban alakultunk paksi, bajai és tolnai sárkányhajósokkal. Később a bajai és a paksi társaink kiváltak, 2011-től vettük fel a Lapátolna Sárkányhajó Klub nevet. Voltak nagyon szép eredményeink, nagyon sikeresek voltunk, illetve sok csapattársunk volt, sajnos megfogyatkoztunk, a pandémia még erre rátett, és nagyon kevesen vagyunk, nehezen tartunk edzéseket, úgyhogy próbálkozunk mindenféle, mindenhol részt venni, bemutatkozni, hogy itt vagyunk, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, kortól, nemtől függetlenül. Aki tehát ismerkedne a sárkányhajózás élményével, abszolút nyitott kapukat dönget Tolnán. A következő fontos eseménye az egyesületnek egy jótékonysági nap lesz a Bárkánál augusztus 27-én. Akkor a szervezők a helyi családsegítő központ ügyfeleinek gyűjtenek. Ezért azt kérik, hogy aki kilátogat a vízpartra, vigyen egy cipős doboznyi tartós élelmiszert, illetve akinek van használt, de jó állapotú ruhákat. A programon természetesen sárkányhajózni is lehet majd, illetve különböző ügyességi és fejtörő játékok mellett zenés táncos fellépők várják az aktív pihenésre vágyókat. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!